Pásztor Bálint az Unió bővítési biztosának a kisebbségi jogok, a külföldiek termőföld vásárlását és Vajdaság kérdését vetette fel. A VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője közölte, Štefan Füle szerint a kisebbségi jogokkal kiemelten foglalkoznak a tárgyalás során. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a következő évek folyamán a csatlakozásig mindvégig fontos helyen szerepel majd a prioritási listáján az Európai Uniónak a kisebbségi jogok helyzete Szerbiában. Megengedhetetlen, hogy a társulási szerződés életbelépését követő negyedik évben a külföldiek is ugyanúgy vásárolhatnak szerbiai földet, mint az ország állampolgárai, mondta Pásztor Bálint. Az egyezményt nem lehet módosítani, azonban a tárgyalások során lehetséges a kérdés megoldása a szerbiai törvények módosításával. A szerbiai földtörvény módosításával például olyan föltételekhez kellene szabni a külföldiek földhöz jutását, amely azt eredményezné, hogy ezt a 2017. szeptemberében realitássá váló dátumot ezt el lehetne jó néhány évvel halasztani. Erre úgy érzem, hogy van lehetőség, ugyanis a bővítési biztos azt mondta, hogy a tárgyalások folyamán lehet erre megoldást találni. Vajdaság autonómiájának fontosságáról és a tartomány pénzelésének kérdéséről is beszéltek a találkozó során. Szerbia nem fog tudni előre jutni az Európai Unióba vezető úton addig, ameddig a saját alkotmányát, saját törvényeit nem tartja tiszteletben, és például a vajdasági bevételekről, Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt a parlamentnek az alkotmány értelmében még 5 évvel ezelőtt el kellett volna fogadnia. Pásztor Bálint kiemelte, a csatlakozási tárgyalások során sok kérdés megoldódhat, ezek mindegyike érinti a Vajdaságban élőket. Emlékeztetett arra, hogy az uniós országok közül egyiknek sem sikerült a csatlakozási tárgyalások befejezése után fontos kérdéseket megoldani.